Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mester Tamás a BZH és a Mazsi, a BZH elnöke és a Mazsi Hisz alelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt, üdvözlöm a nézőket, főszerkesztőt is! Kedves nézőim, rendkívüli esemény szentanúi lehetünk ma a kora esti órákban a Jeruzsálem téren, ami a régi IFI park előtt van, azaz a Várkert bazár előtt, a Lánchíd Budapest emblematikus építménye ma kékfehérbe öltözik az Izraelben történt terrortámadás következményében. Minden civil és nem civil zsidó szervezet erre az eseményre benevezett és részt vesz. Közöttük természetesen a Mazsi Hisz vezetősége és tagjai is ott lesznek. Mit kell tudnunk, kezdtek-e imádkozni a zsinagógákban az izraeli áldozatokért? Ez magától értetődő természetesen. Mikor, első pillanattól kezdve. Mikor hallott az eseményről a zsinagógába? Valaki jött és elmondta? Így van. Ott hallottam először én is, megdöbbenve. És ott szembesültünk ezzel a borzalmas hírrel. Mi újság a BZH, főleg ön a BZH-ért felel, az egyházi szolgáltatások, tehát a rabbikar és a civil vezetés hogy áll össze napjainkban? Hát ez ugye inkább a Mazsi Hisznek a témája, a rabbi testület a Mazsi Hiszhez tartozik, úgymond. Az, hogy Budapesten teljesít a több rabbi szolgálatot, az már más lapra tartozik, de hát nyilván ez egy cég. Én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat a kiegyezés útján. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. Természetesen még erősíteni kell, de több rabbi visszatért a rabbi testületbe, és azon vagyunk, hogy még akik eddig még ezt nem tették meg, ők is visszatérjenek, és akkor azt gondolom, hogy együtt lehet dolgozni egy nyugodt körülmények között, hogy mind a két fél megtalálja a számítását. Hiszen egy egyház vagyunk, nekünk ez a célunk, tehát nincs is más lehetőségünk. Visszamenőleg soha nem szoktam érdeklődni, de vajon az ünnepek alatt Budapest összes zsinagógája működött-e? Így van, működött. Tehát mindenhol én volt sátor? Úgy tudom, hogy működött, igen. Sőt, az iskolába, óvodába, kórházba, mindenhol volt sátor. Mik a jövőbeni terveik? Ma Izraelben az iskolák nem nyitnak ki. Feltételezhető, hogy a hírek nyomán ma az iskolákba, óvodákba és az egyetemi előadótermekbe azzal fogják kezdeni a napot, hogy megemlékeznek az elmúlt napok eseményeiről, amik még mindig folytatódnak, hisz a Közel-Keleten egy háború van. Pontosan, egy háború van, ez nem terrorcselekmény, ahogy sokan apostrofálják, azt gondolom, hanem ez egy háború, sajnos. Én nagyon remélem, hogy így fogják kezdeni a hetet. Tegnap még későn üléseztünk, és újra üzembe helyeztük a Covid járvány alatt létrehozott krízis központunkat. Ma reggel már egy hotline telefonszámmal fogunk rendelkezésre állni a hazánkban rekedt izraeli turisták megsegítésére. Itt elsődlegesen szálláshely biztosítás, illetve kóser étkezés biztosítását tűztük ki célul, és hogy megpróbáljunk segíteni nekik. Ezen kívül még a mai napon vagy a napokban elindítunk egy adomány gyűjtést, ahova a Mazsi Hisz és a BZH egy jelentős összeget fog elhelyezni, reményeim szerint, és várjuk minden jó érzésű embernek vagy intézménynek a felajánlását, amit megfelelő helyre fogunk eljuttatni. Ezen kívül mi is szervezünk a heti tévénézői az elsők, akik a médiumból értesülhetnek, szerdán 18 órától egy szolidaritási istentiszteletet a Dohány zsinagógába. Úgyhogy így pillanatnyilag hirtelennyiben ennyi. Oda várnak zsidókat és nem zsidókat egyáltalán? Egyaránt mindenkit várunk, így van. Sok tehát szerda este 18 órai kezdettel szolidaritási istentisztelet a Dohány utcai zsinagógába. Igen, így. Értem. Na most, mi történik a magyar zsidóság, illetve a BZH biztonsági helyzetével, hisz alvó sejtek szerte Európába ilyenkor fölélednek.
kell-e vigyázni, kell-e másképp viselkedni ilyen időkben? Abszolút. Indokolt a kérdés, már az ünnepek alatt, mikor tudomásunkra jutott ez a sajnálatos esemény, a biztonsági szintet megemelték, a védelmi szintet, megerősítették a védelmeket a zsinagógákban, zsinagógák előtt, illetve az intézményeknél is, úgyhogy folyamatosan konzultálnak a biztonsági szervekkel, hazaival is, külföldiekkel is, állandó információ áramlás van, úgyhogy próbáljuk nyomon követni a dolgokat. Eddig lekopogom, nincs jele bármiféle olyan cselekedetnek, ami aggodalomra adna okot, de ébernek kell lenni. Tehát azt én... Az olyan rendezvények, amik előre be voltak harangozva, akár a Rumbakba, akár Özbudapest területén, a zsinagógákba és kulturális intézményekbe, megtartásra kerülnek-e? Ez jó kérdés, ez még nem merült föl, de én azt gondolom, hogy ezt át kell gondolni. Tehát ilyen gyász időszakában ezt át kell gondolni, hogy mit tartunk meg és mit nem. Az oktatás a BZH által felügyelt intézményekben, ha jól értem, megkezdődött. Meg. Ott biztonsági szempontokat megerősítik-e ugyanúgy, mint? Teljesen egyértelmű, hogy igen. Tehát a szülők nyugodtak lehetnek, gyerekek biztos helyen vannak. Igyekszünk. Jó, azt mondja még el nekem, hogy a magyar gazdasági helyzet, a szomszédos háború, problémák vannak. Mégis mi az, amire önöknek azonnal szükségük lenne? Hát ez egy jó kérdés. Sok mind, ez most a jelen eseményektől függetlenül elsődlegesen pénzre lenne szükségünk, ha már itt tartunk. Tudnélik, rengeteg olyan projektünk van, aminek itt utalhatnék a kórházunknak a felújításának a befejezésére, de itt ugyanígy szóba jöhet az Orzsénak a felújítása, ami már nem tűr haladás. Az Országszabi Képző Zsidó Egyetem. Igen, de említhetném az újpesti szeretett otthonunkat, ami azt gondolom, hogy méltatlan körülmények között vannak jelen pillanatban ott elhelyezve az idős emberek. Úgyhogy pénz, ahogy szokták mondani, saját forrásaimból igyekszünk felújításokat végezni, állagmegóvásokat, de ilyen nagyszabású beruházásokat saját erőből nem tudunk. Aminap megjelent egy hirdetés, mégpedig a Kozom utcai zsidó temetőnek a ravatal az előtti parkolójára, majd utána a hirdetés illakerek megszűnt a honlapjukról. Mi ennek az oka? Ilyen gyorsan találtak vállalkozót, vagy jobban átgondolják az eseményt? Nem tudom ennek az okát. Ez tény, hogy már az idei költségvetésben meghatároztunk egy jelentősebb összeget a temetőnek, a aktuális munkáinak az elvégzésére. Ugye az is ide sorolhatnám még visszacsatolva az előbbi kérdésre, a ravatalozó és a temetőnek a rendezése, hát ugye ott nincs annyi pénz, amit nem tudnánk elkölteni. Tehát meghatároztunk egy összeget az idei költségvetésből, annak tervszerűen megkezdődött a felhasználása. Most itt ez a parkoló felújítás van terítéken. Nem tudom, mi lett az oka, hogy lekerült. Lehet, hogy már megvan a nyertes pályázó, és akkor bele. Értem. De hát itt nem csak arról van szó, hogy lebetonozni valamit nem. Simára. Szó itt sincs róla. Közművek vannak. Persze, és... sőt, nem csak beton, hanem pont beszéltünk róla, hogy ott egy ilyen fák, bokrok, tehát valami kultúrát, kinézetet kell biztosítani. Tehát nem csak egy kiöntenek betont. És a kormány milliárdokat elköltött az elmúlt két évben temető felújításra. Pénzhiányában ezek most megakadtak. Van-e keretük erre, hogy ezeket a temető felújításokat folytassák? Valamennyi keretünk értelemszerűen van, tehát saját forrásból tudunk biztosítani, de az édes kevés. Tehát nem várható, hogy a temetők még kulturáltabb körülmények között fogadják az imádkozókat, illetve a látogatókat? Hát mi igyekszünk azért ennek érdekében mindent megtenni, hogy amit saját erőből biztosítani tudunk. Azért ott most ha a Kozma utcáról beszélünk specifikusan, akkor azért ott folynak munkálatok. Van, akinek a megelégedésére, van, aki kevésbé díjazta, hogy ott a zöld felület, ott a hátsó parcellákban, nem tudom, hogy jártak-e, megtisztításra került. Próbálunk, amit saját erőből tudunk, ott az első részen aszfaltoztunk, ami már járhatatlan volt és vállalhatatlan is.
úgyhogy most a kerítés volt soron, ezek súlyos milliókról beszélünk, és igyekszünk mindent figyelembe véve jó ügyekkel. A közel 1600 temetőből mennyi az önöké? Hát ezzel most megfogott, nem tudok számszerű adatot mondani. Sok, nagyon sok. Okay. És van olyan is, ami még arra vár, hogy feltárás le, itt Budapest környékén is, a külső kerületekben, ugye ami Ajdanán nem tartozott Budapesthez, de jelen pillanatban igen, ami jelen pillanatban erdőként funkcionál, vagy van elhagyatott erdőként, ebbe is teszünk lépéseket. Mielőbb visszavárjuk, hogy az önhöz tartozó ifjúsági szervezetekről és aktivitásról beszélgessünk, ennyi fért bele mai műsorunkba, mai beszélgetésünkbe. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Mester Tamás, a BZH és a Mazsihisz elnöke volt stúdiónk vendége. Ne felejtsék, ma a kora esti órákban Jeruzsálem téren, a Lánchíd mellett, ami kék-fehér fényben az izraeli nemzeti színben fog emlékeztetni a borzalmas eseményekre, amik történtek a hétvégén az ünnepek alatt. Szerdán viszont este 6 órakor a Dohány utcában Isten tisztelet lesz az áldozatok emlékére. Zsidókat és nem zsidókat egyöntetően várják, a férfiakat csak arra kérjük, hogy legyen sapka a fejükön, a nők meg, hogy szolidan öltözködjenek. Köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm, hogy itt lett. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.